A műsorban közreműködtek az Erkel Ferenc Alafukú Művészeti Iskola magánének tanszakosai, Házi Sárai Mária vezetésével, Szavalattal Ábrahám Lea Borka, a Györfi István Katolikus Általános Iskola 8-osa, dr. Kasuba Jánosné nyugalmazott iskolai könyvtáros, a Rákbetegek Országos Szervezete elnökének dr. Szabó Jánosnak a levelét dr. Lakatos Linda, a Kátai Gábor Kórház intézeti főgyógyszerésze olvasta fel a jelenlévőknek. Mint elhangzott, különleges alkalomra gyűltek össze a Méltóság mezeje őszi találkozóján a résztvevők, hogy hitet tegyenek az élet, a remény és az emberi méltóság mellett. Az országos vezető arra kérte a Karcagi Klub tagjait, hogy továbbra is álljanak azok mellé, akik most szembesülnek a betegséggel, és emlékezzenek és emlékeztessenek, hogy meg lehet gyógyulni, és teljes életet lehet élni. A Méltóság mezeje program, hát ezért durván 20 évvel indult ez a mozgalom Angliából, utána Lengyelországon keresztül így került Magyarországra, a Magyar Hospice Alapítvány gondozásában. Mikor én ezt megláttam, és tudomást szereztem róla, elhatároztam, hogy ezt Karcagon is meg kell csinálni. Létre kell hozni egy ilyen kis szimbolikus kertet, ahol a nárciszokat elültetjük, tavasszal leszedjük. Tulajdonképpen ez az élet körforgását jelenti. A nárcisz virág ugye elsősorban az életről szól. Van. Ezért van a sárga sál is mindenkinek a nyakában. Igen, tehát ezért használjuk a sárga sálat, ez egy ilyen szimbólum. A nácisra visszatérve annyira, hogy van ennek egyházi jelentése is. Az élet szeretetéről, és tavasszal, ugye, mikor nyílnak, a feltámadásról szól. Természetesen nem abban az értelemben veszük mi a feltámadást ilyen szempontból, de a betegségből való felépülést, lábadást és az élet szeretetét. Nem szabad elmenni annélkül, hogy ne beszéljünk az emberi méltóságról. Az emberi méltóság nem csak az én véleményem szerint, de hitem szerint mindenkit megillet az életbe, az élet utolsó pillanatáig, és ezért mindent meg kell tennünk, nem csak nekünk, a betegeknek, hanem mindenkinek, hogy az emberi méltóságot mindenkinek megadjuk. Ezután beszédet mondott Nagyné László Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház főigazgatója, aki szólt arról, hogy a nárcisz a súlyos betegeket, a végstádiumban lévő daganatos betegeket gondozó szervezetek szimbóluma. A Méltóság mezeje program a gyermeki lelkeket szólítja meg. A program célja elsődlegesen, hogy felhívja a figyelmet, a szeretet, a felelősség, a család, a gondoskodás, az elmúlás, az igazság őszintesség, a barátság és az együttlét örömére, fontosságára. Ez a program a reményt szimbolizáló nárcisz előtetéséhez és virágzásához kapcsolódó nyilvános eseményekkel hívja fel a figyelmet a haldoklókért vállalt cselekvő szolidaritás szükségességére. Morgan Larson gondolatából idézek. Hosszú távon nem lehet úgy élni, mintha minden másodperc az utolsó lenne. Az embernek meg kell tudnia pihenni a holnapban, legalábbis a holnap reményében. A segítség reményt ad mindazoknak, akik kiszolgáltatottak és életüket, helyzetüket, jövőjüket kilátástalannak látják. Egy idős embert meglátogatni, vinni egy csokor mezei virágot, egy tolószékes gyermeket vagy felnőttet levinni a parkba, vagy egy vak embert elkísérni, bevásárolni, látszólag néha apró dolgoknak tűnnek. De aki kapja ezeket az ajándékokat, erőt merít belőlük, és úgy érzi, hogy még mindig van remény. A nárcisz ezen remény szimbóluma. Kívánom, hogy virágozzék minél több településen a nárcisz a Méltóság mezeje program keretében. Engedjék meg, hogy köszöntő gondolataimat egy Mikhail Alekszandrovics Bakunintól származó idézettel zárjam. A szabadság, az erkölcsösség és az emberi méltóság pontosan abban áll, hogy nem azért cselekszik jól, mert kényszerítve van rá, hanem azért, mert magától belátja,
akarja és szereti azt. A beszéd után a nárcisz hagymákat ültették el a jelenlévők, majd elsétáltak a főtérre az Angyalos kútig, ahol Kovács Istvánné szavalata után Szepesi Tibor polgármester szólt arról, milyen jelentős támogatói, segítői munkát végeznek a rákbetegek és hozzátartozói körében a karcagi csoport tagjai, amiért köszönet illeti őket.